De vegyél már nekem egy pótot, légy szíves, hogy fel tudjam venni a brikket. Randy check, fél pillanat. Átültem a másik zikibe. Oksi, oksi. Akkor... Jó. Még az izgetős autót át kell majd hozni, ha már valaki úgyis jön át. Hát itt mi ez? Lehetett ja. Benne izé. Azt pont ott álltam benne, csak... De mit kell fölvenni? A pótot kell fölvenni. Helikopter maradvány. Hát pót, igen, kell egy pót. Legalább mennyi? Az ötös három pót. Brick, három brick felférjen. Bánom is ilyen, hogy mi. A sideboard ez. Jó. Oké. Okay. Megvan. És akkor... Köszönöm. Akkor ott van az a másik, viszont akkor abba átülök abba a kettesbe, ami melletted van, és akkor jövök veled. Uh-huh. Jó, oké, és akkor mehetünk. Odát van üzemanyag? Ma közvetlenül az átjáron elhagytam egy kicsi pótot, egy 900 litereset. Kb. 600 még lehet benne. Hát max. Elhúzunk még egy masztodont. Jó, csak mondom, tehát egy 600 liternyi van már egyből a bejáratnál. Uh-huh. Hát ez... Itt nem vagyunk messze, úgyhogy nem para. Mondjuk az jó lenne. Úgy már majdnem elértem, mielőtt felborultam, úgyhogy ott vagyunk felborulva a benzik út előtt kb. Hoppá. Csak a másik végén van a benzik út. Oké. Okay. Csak de gondoltam, segítek itt egyet. Csoda lámpád van alul. És még miért nem tudok haladni itt? Azért, mert itt bizony vincsel jöttem át én is. Ha, jó, de jó. Oksi, hogyha rám vincselsz, akkor ki tudlak húzni? Ez az. Na, itt egy feladat, itt egy pót, itt egy szemipót. Miért nem veszem észre? De biztos valami feladathoz tartozik. Heavy duty. Kell egy szemi, kell egy lószedőzés, mert ezt el kell vinni valahova. Ja, azt pont van. Jó, vagy lapos pót itt van. Igen. Azt pont Timi hozza. Ja, ő a lapos. Úgy értem, hogy van itt egy, amit el kell vonni. Tudom, azt mondom, hogy viszont jön velünk egy olyan kamion, amin lószedő van. Ja, értem, bocs. Jó, azt itt hagyom, ez itt van, de ide kell hozni amúgy is a cuccot, vagy ide kell még a Vinci mi, vagy nem? Mehetünk. Csak mert így azért talán hatékonyabban megyünk. Vagy nem tudom. Jó. Erős jobbos. Figyelj, hogy bevette a szentély. Az még hagyján, de az összes kereket visszafelé forgott, mint ahogy mondtad az előbb, hogy nekem. Oh! De erre a gyere, vigyázz! Belefejeltem. Itt van még 71. Car delivered. Ja, ezt is el kell vinni a Dream Car. Tök jó. Hol kereszt? Ez egy álomautó. Álom szép lehet. Igen. És ez kurva szó kell vinni innen. Egy Chapel. Basszus. Egy Chapelt? Nincs is Chapel autó. Dehogy nem itt van, itt áll. De ez a híd, ez működik, ez kész van. De egy durva, itt van egy megépített híd. Csak valameddig elvontatom, már én tudok. A legtöbb minden. Ja. Gyerünk. Húzlak. Azaz. Erős jobbos. Tiszta sár az egész. Sár és jég.
Na ilyen amúgy. Igen. Ilyen bizony. Tulajdonképpen a másik mosztodonnal is el lehetett volna jönni. Hát a másik lószedelőssel. Hát mindegy. Lehet, hogy azt a pótot ott nem lehet megoldani rendesen aztán. Mert hogy nem kapnám meg. Elakadtál? Egy pillanatra úgy éreztem, aztán azért rád rincseltem, aztán lehessebb le ki is sodródott. Megvárjanak? Várj. Hát nem tudom. És most itt beleakadtam a semmibe. Tolj már meg, Lici. Azaz. Semmi? Semmi. Oké. Okay. Itt is egy semmi pont, ez még föl is van pakolva. Mibe akadtam én itt a hangon? Még egy semmi pont, szóval srácok, legalább két. Szemnyipótot el kell vinni ezen a pályán. Uh-huh. Ezen mi van? Nothing to see here. Fölveszek nektek egy zsáknyi feladatot. Helyes. Mert az V-közben párt van 5 darab, tehát ez tele is van ez a pót, és az astronautámba kell vinni. Mert egyébként a scoutolásnak az nem csak az a lényeg, hogy fölfeded a térképeket, hanem hogy föl is vedd a küldetéseket. Jó. Csak hát ma. Na, itt van egy szemitréler. Mire lentre, akkor két szemitrélert is kell. Ez nem ügy. És ott van a valami. Az egy szobor lehet? Na, és akkor nézzük. Jó. Az a rakétakilővő ember. Na, akkor én fölmegyek, én fölveszem a main bridge-et, jó? Na, és ezt én hol viszem? Hú, a garázsba? Nem. De ott még nem tudsz átmenni. Ott még nem tudsz átmenni, hogyha a main bridge-hez elindulok. És azt én hol vigyem akkor a téglát? Egyelőre még sehova. A másik lószedelős Zixel, indulj már meg, léci erre felé. Akkor ezzel félre. Úgy kell vele menni. Nem kell félreállni. Jó az ott. Ez a nagy terület lent. Abba bemész, és megkerülöd, mert kijössz a nyugati, nem keleti oldalát. Most kinek mondod egyébként? Hát nektek. Igen? Hát meg, és akkor ott lehet körbejönni csak ott a havon. Mert ugye ott fönt az a landslide, de nem lehet átmenni. De én most megpróbálom megcsinálni. A landslide-ot? Nem, a main bridge. Jaja, de itt az a landslide-án se lehet tovább menni. Aha. De hogyha el akarsz jönni ide a vasútállomásra, akkor annyi, hogy abban nagy gyár telepre bemész, és kimész az alsó kapun, és akkor, amit ugye, a keleti kapun, és akkor ott meg tudod kerülni, és föl tudsz jönni itt, ahol ezek a rakéta maradványok. Ha itt is van valami, amit föl lehet karmolni, várjál. A rakéta maradvány. Egy darab metal beam van benne. Ja, két brick van itt, jó, semmi. Ja, az meg az épület, az meg két brick, meg lejjebb is van egy olyan. Jó, az nem ügy, akkor brick az van itt. Ezt láttuk is tulajdonképpen. Jó. Vegyük föl azt a main bridge, mert szerintem az... elméletileg megleszünk Mr. Will kedden, de hogyha nem, akkor azt mindenféleképpen jelzem majd. Ezek szerint ismered a Deep Rock galaktikát? Egyébként nem drága, illetve most már ismét drága valamiért a játék, mert eddig ilyen 10 euró volt. És de most... Felfuttad, Zoli, mert felfuttad. Persze, figyelj, annyian nézik azt a videót, hogy ihaj. Főleg most ugye megcsináltam a Survivor-t is belőle. Olyan sokan nézik, hogy embertelen. Már nem bírja a stream. Nem, hallod, a YouTube egyből Partner Gold programot nyomott föl. Nem a blue-t, a gold-ot, tudod. Ja. A blue az más. Neked is, kucsó, és jó pihenést. Szia. Na, itt is egy ilyen elátkozott hegyomlás. Hát. Ugye felveszem ezt is.
Hát itt is ez brick, úgy érzem. Landslide in the southwest, ez a következő. Öregem, mennyi landslide van itt? És ehhez is két metal beam kell. Aj, ne, ez metal roll kell és metal beam 2. Ú, anyám. Jó, itt egy metal beam van, ott firehouse-ban van metal rolls, oké. Okay. És akkor hol van még egy metal beam? A másik rakétában. Van még egy rakéta fönn észak-keleten, észak-észak-kelet, följebb-följebb, egyébként észak-kelet, és ott még lesz egy rakéta maradvány. Hát kár, hogy nem látom. Ott, ahol felfedeztem, ott, ahol áll a jár, attól vissza egy kicsit, a Family Business alatt van egy rakéta debris, a Family Business feladat, azt... Nem is látom. Fönt észak. Ja, fönt. Észak, észak. Igen. Észak, észak, észak. És ott van fönt egy plant. Igen, ahol ott mi... egy rakéta maradvány. Isten. Meg ahol jár felborotott egy benzinkút, már pont láttam, meg ott van egy íze, igen. De valószínűleg máson is el lehet érni, mert én most ilyen hátsó utakra jöttem, de ugye lent, ha nézed délen, ahol én vagyok most, uh-huh. azt a lenszlát kinyitjuk, ott van egy híd, ami működik is. Ott van egy híd lent délen. Aha. Nem, még lejjebb. Aha, látom, látom itt ez. Ez az oldtimernél. Igen, ezt a landslide-t is ki kéne nyitni, ahol most állok, mert ez is útban. Mi kell hozzá? Két vas természetesen. Öregem. És ugye összesen kettő van a pályán. Jó. Akkor én ebből itt most tulajdonképpen nem mindent tudok csinálni. Nem, meg tudom kerülni. Ehhez is metal beam kell. Persze, mi más? De azt meg lehet kerülni könnyen, az nem olyan durva. Jó. Könnyen. Viszont azt könnyen. Látom, hogy akkor írtatlan sok vasat kell majd gyártani, és akkor azzal... Igen. Viszont az a terv, ugye, hogy itt ezt le tudjuk gyártani, mert itt a warehouse-ba van metáros írtatlan mennyiségű. Viszont a valát... Akkor a vesztet kéne először kinyitni, mert a warehouse-hoz... Figyelj, de itt... És ott van egy repair station is. Jó. Van. Akkor azt csináljuk. Azt csináljuk. Megkerülöm ezt a landslide-ot, mert a Tatarin meg tudja szerintem. Jó. Hogy Zenit, kérlek, gyere, és menj le oda a heavy duty, a lenti warehouse-hoz. Vagy átmegy rajta. Oké. A storage zone-ba ott van metáros, azt mind karmold föl. Igen. Aha. És azt pedig úgy kell átmenni, hogy mondom, bemész abba a gyárba, ami ott van az út mellett, kijössz az alsó kapuján, és ott a rakéta felé meg tudod kerülni az erdőben. Ott igen, ott az erdőben meg tudod kerülni, és akkor visszarészol a rakéta, és ott tudsz felmenni az útra. Az sincs hát fölvéve. Édes atya, úristen. Micsoda? Jó, a crossing. Fa híd. És ahhoz az mi fa kell híd. Fa? Lefogadom. Szerintem az fa fog kellene. Jó, hát még csak most jöttünk be, aztán Attila meg ugye kilépett, szóval már egyedül csináltam, csak na. Oksi, nem ügy. Jó, csak most azon agyalok. De először lehet, hogy ezeket a landslide-okat lenne jó, akkor könnyebben elérjük a warehouse-t. Figyelj, Zenit, akkor megindulsz? Átmegy. Zével. Ember, a landslide, a landslide-on konkrétan... Várj egy kicsit. A két... Ez durva. Mi a kérdés? Imi, várjál. Mi van? Nincs rajtad pót. Hát annyit mondta, hogy menjek le. Ja. Nem tudom, hogy miért, vagy hogy. Hát jó, akkor ez így nem lesz jó. Ez így baromira nem lesz jó. El kéne hozni egy ötös pótot is. Ne haragudj. Ott van lent egy a vasútállomáson. A vasútállomáson? A vasútállomáson áll lent. Délnyugati csücsök, ott van a warehouse, igazából ez egy vastállomás. Ott van egy pót ott hátul, a heavy duty, ott konkrétan áll egy egylapos szemipót. Látom. És na, akkor azt használhat föl, Léci. Ha most egy kicsit keletre mész, a nothing to see here, kicsit keletre, nothing to see here, ott áll egy ötös pót, szintén, fönn a hegyen, nem. De látom. Ja. Csak az meg van pakolva, azon van 5 darab service spare part is. Jó, és azt viszont el kell vinni. Azt el kell, igen. Oda. Jó. De a másik az üres, szóval azt fel tudja venni ott, és akkor eddig csak át kell küzdeni a magát. Jó. Akkor én eddig ezzel elkezdek itt foglalkozni. Mi kell hozzá? Metal rolls. Azt a 3 metal rolls-t ide elhozom.
De csak kettő fér föl rám. Jó. Akkor viszont... Na most legyünk okosok egy kicsit, metán... Hát de ha viszont Imi elmegyed, akkor az ötös pódra föl tud tenni hármat. Igen, csak itt van közben rajta ezért brick is. Ja. A bricket hova kellett tenni? Azt a garázshoz kell vinni. Fölküldi is, az a garázshoz kell majd. Shit. Ez a back in action nevű. Jó. Megyek fel, veszem az oldtimert. Ó, látom a hitet. Akkor a rakétaderbist fölveszem. Addig legalább. Az egy darab vas legalább. Ja, annyival közelebb leszünk itt mindenhez. Az is jó kör lesz. Valahol itt erre eljövünk. Gondolom én. Igen, igen, keddenként van a Deep Rock galaktikázás. Vajas, itt át lehet menni a... Ott valahol átmegyünk, jó. Oksi-moksi. Hol vagy? Overstack. Ja, ott vagy. Hát elvileg be lehet menni a gyárba, és kértem a máskodon, vagy került meg, ja, mert ott van egy kis út mellette, ott meg lehet kerülni a gyárat. Aha. Ja, mert a gyáron keresztül nem lehet átmenni? Nem biztos, nem látom, lehet, hogy kerítés van. Már nem tudom, csak úgy nézett ki, mint hogyha... Akkor én megyek körbe. Lehet, hogy meg kell kerülni, igen. Lehet, Imi lesz a felfedező. Egy kis út egyből mellette, nem kell annyira a mezőbe menőd. Itt van üzemanyag is, uraim. Igen, igen. Mivel ott egy pót. Jól jön az. Milyen déli kaput mondtál te, hogy ki lehet menni? Nincsen. Nél kapu nincs a keletire gondoltam ott, de hogyha nincs kapu, akkor bocs, nekem így úgy tűnik a térkép, hogy az egy kapu szembe veled. Ezek szerint jó felé jöttem, oké. De megnyugtató. Most jöttél, csak innen nem lehet kimenni, tehát bejött. Akkor mellette fel lenni. Jó, innen nem látszik a térképen, ne haragudj, nem megtévesztésből mondtad. Á, nem. Igen, Mr. Will egyébként a... Mi is egyébként így, nem mondom, hogy poénból kezdtük el, de nagyjából igen. Így a streamelést, úgyhogy érdemes. Egyrészt jó haverokat lehet szerezni, meg poén tényleg. Meg fejleszt. Szerintem fejlesztő hatása is van, főleg ilyen személyiségfejlesztésre gondoltam. Milyen nyíregyháza? Ezt most nem értettem. Ez az üzemanyagport félig üres. Vagy félig teli? Nem, három negyedig üres. Legyünk optimisták. Akkor negyedik teli. Jó, ne bonyolítjuk. Azt mondja, hogy nincs semmi, akkor minek jöttem le ide? Itt is van egy Lenin szobor. Az jó. Ujjá. Abból sosem elég. Lenin vagy nem Lenin? Meg ugye a körforgalomnál itt lent van egy hatalmas nagy csarlókalapás szobor. Ujjá. Hú, ez volt már egyébként, nem is tudom, hogy hol. Oké. Na, kiszedted az a rakétamaradványokat? Mit csinált? Azok rakétamaradványok voltak. Igen, igen, igen. Nem, csak közben a csetet olvasom. Ja. Mármint, hogy mit hallottál tőle, és mi lett utána? Hogy nem nehéz amúgy. Nem, egyébként nem nehéz, tényleg, csak sokat kell menni. Meg... Most egyébként tényleg, tehát most így belegondolsz, melyik az a pont, amikor így azt érzed, hogy megfejthetetlen az egész? Nincs ilyen pont szerintem ebben a játékban. Csak még egészen egyszerűen nem szoktad meg, mert például ide mi Wisconsinból jöttünk, ami ehhez képest egy sétagalop volt, tehát hogy gyakorlatilag most... Megtanítjuk pár dolgot az a régió. Persze, gyakorlatilag két pinsztírrel végigvittük majdnem az egész térképet, tehát hogy... Tényleg ott azok voltak.
Igen, jönnek a borulásegyek, de aztán megszokjuk, meg kitapasztaljuk, hogy hol lehet menni. Aztán utána nincsen már nagy borulás. Ezért is vagyok gondba egyébként olykor a shorts videókkal, hogy mit tegyek bele. Tehát már sok borulás már nagyon nincs. Ja, mind megtanultok a tereket. Ja. Van, aki már az Amurt mióta nyúzza. Hát igen. Hát ez már gyakorlatilag, nem is tudom, hogy hanyadik alkalom már, talán negyedik, ötödik? Egy hónapja itt vagyunk. Hát igen, meg ráadásul én máshol is játszottam Amurt, ugye? Ja. Nem egyszer játszom. Igen, Lyukon is ilyen volt, hogy rá kellett érezni, tudni kellett a sarkalatos pontokat. Meg voltak onnantól kezdve kész. Megy, mint az ágyba vizelés. Mindent az asztronautámba kell vinni. Nem, egyébként Mr. Will arról van szó, hogy lesz olyan, hogyha hogyha teljesen kijátsszuk a SnowRunner-t, még mielőtt az Expeditions megjelenne, akkor mi állatok, megpróbáljuk hard módban is, ami kicsit nehéz lesz, mert láttam azért Haldant, hogy mennyit küzd vele, de hát meg ugye csináljuk nyilván a küldiket is, ugye a time contracteket. Mm-hmm. Úgyhogy, már itt mi van? Ja, itt van még egy rakéta. Scout 800-assal. Én mondtam, van még egy rakéta, mondtam arra, merre voltam, ott van a mocsárban. Mm-hmm. Hol? Azon gondolkodom, itt hogy itt a jégen el lehet normálisan jönni a folyó parton. Hát szerintem egy részén igen. Na figyelj, akkor az a rakétára gondoltam, mert éjszakon is van egy rakéta maradék. Én arra gondoltam, én azt láttam ott. Igen. Egyébként nem hiszem, hogy abból több shorts lenne. Pont, hogy kevesebb, mert azért ott sokkal jobban figyel az ember. Hát igen, Amur hard mode az combos, de nyilván azért itt már optimalizálnánk egy kicsit, tehát nem történelmi sorrendben mennénk, hanem azért mégiscsak... hát itt egy kis sima liba. Egy log station. Hanem nehézségi szint szerint azért optimalizálnánk azt, hogy merre menjünk, mert azért az ember feleslegesen nem szivatja meg magát, hogyha nem kell. Aha, ez ugye nem szakadós jég itt. Nem. Csak recsegős. Jó, oké. Jó éjszakát, Dunyhás, dicsértessék, jó pihenést. Sok szentelt vizet. Itt egy tréner. Meg van pakolva a fával. De hozzá egy feladat is, mivel fogadjuk. Mit csinál? Jaj, van is feladat. Jaj, több mint 10, 100 000 kilométer, 100 000 kilométerre vagy Nyíregyházától. Hogy? Tehát, hogy így? Hát a Holdon van. Nincs olyan távolság a Földön. Nem Holdon, Haldon. Jaj, pazd meg! Jó, oké, leesett, jó, bocsánat, így. Oksi. Na, ezt is fölveszünk. Mi kell ehhez? Mi? Két medium log és 4 wooden plank. Van itt medium log? Van itt, ahol állok, itt van medium log a log stationben, és van is egy trailer, amire fel is van rakva egy medium log, csak azt, nem, ez long, bocs. De a túloldalon van kettő. Igen, de itt van egy. Emlékszel? Még, csak azt meg el kell vinni a townba, mert ott a feladat hozzá. Az nem ügy, de figyelj, egyébként a túloldalon van két médium log. Te is tudnám rá cigálni le, és akkor tudom leadni, mert nincs, nem tudom folyarakni. Utánfutára lesz. Ezen a járművön van egy alacsony nyereg, és ez a pót nem ilyen. Hogy? Ne hülyeskedj. Hát ez egy normál szemi pót. Hát nem, ez nem tudom felvenni, ez nem egy normál szemüpót, ez simán a jövő. Nem, a feladatot fel kell hozzá venni, nem? A heavy duty feladatot jelölt ki. Ja, hogy az miatt nem? Mellé küldi, heavy duty. Miért? Nem áll, csak nem. A szedlő hát required. Hidd el, ott feladatban mondja is a feladatot szedlő. Mi a feladat neve még egyszer? Heavy duty. Ott van mellette. Ott van mellette. Okay. Azt kell kijelölni. Na, miért nem zárulsz be?
azért az mekkora szivatás, hogy érted, föl kell venni ahhoz a küldetést, vagy el kell indítani a küldetést ahhoz, hogy... Nekem kiírt az előbb, hogy ezért van konflikt. Pedig nem, mert low schedule required, de is van írva a küldetéshez. Ez azért... Schedule high. Mi? Schedule high, kiírja. Nekem ezt írja ki. Ne bolondozz. Hát gyere, ülj be. Federal Law Required, nekem meg ezt írja. Jó, állj, nézem. Várj, kiülök belőle. Na, melyik Heavy Duty? Federal Law. Igen, oda van írva. Igen. Hát oké. Figyelj, átülsz akkor. Másik kocsiba, már keresek egy másikat. Nem lesz könnyű. Ott a jár. Van itt egy... A járt, ja. Kicsit oldalán van, de hát ez van. Mit csináltál? Nincs winch point a környéken, nem tudok visszafordulni. Azon és mögöttem egy Dona 71. Mi? Itt tényleg azt mondja, hogy high saddle kell hozzá. Megőrülök, pedig oda van írva a feladatba, hogy nem. Na hát ez kész, hát ilyen nincs. Hát ez egy kicsit vicces azért. Hát nem is kicsit. Ne! Így landslide, basszus. Hát ez mi már? Aj, a szentijét neki. Ez valami hiba lehet, nem? Hát ez egy nagyon nagy hiba. Jó, na, megmerjem kockáztatni? Hát lehet menni szerintem. Nem. Imre, hogy haladjunk, megteszed, hogy beülsz abba a ZX-be. Ami ott van a bejáratnál, és megpróbálod elvinni a garázshoz. Ezen volt a brick, nem? Nem ezen volt. Azon, amiben most vagy, igen. Figyelj, én azt mondom ezt neked... A garázshoz? Ezt vigyem el a garázshoz? Hát ami a Back in Action című küldetés. És azt mondom neked, hogy itt a... Hogyha lejössz a main bridgehez, ott a jégen tök simán el tudsz menni, és ott van egy látszólag átkelőnek tűnő tárgy. Hol? Ott éjszakon? Középen. Hogy mire gondolsz? Középen. A crossing. Ja, azt nem tudom. A crossing alatt. Ami éjszakon van, azon átmentem, és az tényleg átkelhető. Szerintem ez is az, jó? Úgyhogy próbáljuk meg azt. A járral ott mentem át, úgyhogy azért tudom, hogy az járható. Ha-ha, járható! Oké. Mert ennek itt jó most, van. Ennek a terautónak itt semmi értelme nincs. Jelen pillanatban. Hát ez szivatás. De föl tudod vele venni a másik feladatot, ami fönt van a... Próbáld meg azt, amelyiken a service spare partok vannak. Jó, ami azt mondjuk azzal még el lehet menni, igen. Jó, akkor azt nem recoverolom. Jó, okés. Az fönn van a hegyen, de ilyen fásos fényvizet fel. Nem baj, azt majd megoldjuk. Felmegy. Csak azon meg rajta vannak a service spare partok, hogy azokat le kell szállítani. Jó, hát ez nem jó. Erre együtt. Jó, de lehet, hogy meg lesz a... Igen, egyelőre még felfedezünk, plusz próbálunk logisztikázni, de nagyon úgy tűnik, hogy elcsesztük, hogy nem hoztunk elég bótot. Na, majd meglátjuk. Most van a minden mennyiségben. Meg rossz küldetést csinálok. Main bridge, így van. Most átkelő. Tegyük fel a sineket, itt egy vast átkelő. Abban van vas, nem? Ha most, így van, most miért, nem? Ne, abszolút. Na, én már itt próbálom felfedezni ezt a részt is. Oksi. És akkor vissza. Szerintem egyszerűbb a jégem. Ja, a rakéta ízét felszedtek, szétszedtek. Aha. Hát lesz-e itt új vas? Azt nem tudom. Szerintem nem biztos, hogy lesz itt új vas. Legalábbis nekem nem rémlik, mert ugye itt már a 605-ös volt az új vas ebben a régióban. Nem vagyok benne biztos, hogy lesz ezen felül újdonság. Sejtettem, hogy belefejjel hallod. Úgyhogy... Ahol jössz erre felé? Ja, nem, lemész. Lefelé. Itt fölvetted a hídhoz a küldi? Ja, az nem. Nem is kell hozzá. Az kész az a híd, az nem is küldi. Na, nagyon jó. Az végre egy működő híd. Viszont akkor, hogyha meg... Anyád, hát ezt nem hiszem el. Na, Mastodon, ez egy vicc.
megyek fel. Viszont egy meg lesz a Watch Tower, akkor látjuk, hogy az a főút esetleg elviszi a garázshoz. Most megyek fel egy kilátóhoz pontra. És akkor lehet, hogy imit el tud jönni, és akkor végig tud menni az aszfalton, az lehet, hogy hatékonyabb egy üzemanyag. Most átterén a fogsz átmenni, amit mutattál, hogy menjek át, ez az? Arra felé fogok menni, várjál? Igen, itt át lehet jönni, simán. Láttad? Mutattam. Igen, látom. Az a csimaliba. Az a te átkelőd. Az imiszoros. Ki is fogom írni a nevemet majd. Nagyon helyes. Jaj, ne gurulj el, te szemétem. Ebből a pincsenére elgurul az egész. Itt a gyógyszerem mindjárt. Már megint. Ez az a meredekség, ami még a tatarin sem megy fel. Hát jégen nem is. Tatarinka. Nem volt, csak egyszer nem olyan meredek volt, nem akart, meg kő volt néha. Na, már csak 20 méter is meg vagyok. Yeah. Nézzük. Aha. Egy vasúti híd, ezt látom. Round and round, az időmérős, az nem úgy. Ott van egy trailer store. Jaj, de jó, ott van egy trailer store. Basszus, ezt igen, itt van egy ilyen trailer store. Na, az jó. Garázs is lesz akkor, az lesz a garázs is, az a garázs is. Itt van egy warehouse lent a sarokban még. Hol? Itt a Lockstation. Nem, fölötte. Hol? Warehouse. Hát ott van egy ilyen izé. Hát ott nem, nincs semmi. De még az már jó, hogyha van ott egy trailer store. Az jó, nem, az jó lesz, ott lesz a cucc. Jó. Hát Imi is szerintem, van. Akkor úgy érdemes menned, hogy... És még egy landslide az meg ott van. Hogy átjössz azon a... Nem jössz át azon a kiszorosan, hanem átmész itt a nagy hídon, és végig csapatsz az aszfalt úton. Fölmegyek a trailer store-ba? Mivel vagy? Tatarinnal. Ja, hát az a felesleges, arra nem tud semmit se föltenni. Ja, jó, most fel tudok arra fedezni, és le tudom vágni, figyelj. És el tudom venni az éjszakére is. Figyelj, arra az X... Abba az X-be ülj be, Léci, ami ott van a vasútállomáson. Uh-huh. Imre, a jégen sokkal könnyebb. Ne fedezem fel az éjszaki utolsó vasútállomást? De. Imi, a jégen sokkal könnyebb. Okay. Komolyan. És még amíg izé van, érted? Üzemanyag hiány, addig érdemes ott menni. Van benzinkút, ahol a jár van, ott egy benzinkút. Hát, trailer store-ban is van. Ja igen, a trailer store-ban is van. Hol van benzinkút? Fönn éjszakon ott áll a jár, a felborulva, azt látod? Azt látom. És közvetlenül előtte van egy ilyen kis félkör, ezt már láttam a járból, az egy benzinkút. Na jó, de hát az istentelen messze van. Ja jó, csak mondom, hát nem, mert ott van a plant, az meg a plantnél meg van bitumen út, szóval, ja. Jó, hát majd lehet, hogy kirakunk egy üzemanyagos autót, sőt, van is kint egy, lehet, hogy ezzel érdemes lenne elcsűrni eddig. Hát az a trailer-sztorban hiába megyek el a parinnal, mert nem lehet semmit. Hát igen, a pont ezt mondtam, hogy arra nem tudsz mit föltenni, úgyhogy teljesen mindegy. Arra tudok rövidíteni, de mindegy, akkor megyek ahhoz szóltam. A tatarinnak? Az kecske, hogy az gyakorlatilag mindenen átmegy a tatarin. Igen. Kérdezd meg Imrét. Konkrétan a landslide-okon is átmentem vele, képzeld. Igen, tehát hogy az, annak az egyértelme van, nincsen láncos gumia, nem tudsz rátenni trailert, ellenben mindenhol elmegy, és van rajta a repair point, meg van rajta üzemanyag. Ennyit tudsz vele. Mióta átjöttem, igen, nem járok. De mindenhol máshol igen. Esetleg nincs itt valahol... Igen. Egy másik pót, amivel el tudnék vinni? Hát ugye az lett volna a stállomáson, de hát azt nem sikerült. Jó. Old timer, az micsoda? Scout flatbed. Az egy flatbed, és elrángattam a hídig, ott áll a híd környékén valahol már. Uh-huh. Jó.
Az is az astronautámba kell, mindent a városba kell, minden komolyan, de mindent. Nincs jó, kivétel. Ide mindenféleképpen kell egy olyan pótos autó, ami... Itt egy brick framing, több is kell. Ide több pótos autó kell, ez nagyon kevés lesz így. De azt majd legközelebb elhozzuk, jó? Én meg ezzel akkor elmegyek 3 metáról azért. Hogy érdemes oda menni? Jégem? Hova? Nem. Itt. Hát már hol vagy? Oda. És akkor double stack-elünk. Ja, hát már ottól megkerülted a gyárat, azt akar egyszerű, az nem kell jégen menni. Persze, az nem így. De egyébként ott is könnyebb a jégen menni, mert őszintén szólva. Innen legalábbis, nézd meg. Sima liba, semmi jó. Kerülő. Megyek, szuper. Na, szerintem még azt fölkarmoljuk, és akkor... meg Imi jusson el. Hogy? Mehetek vissza LTS-ezni. Szeretnéd? Hát, nem tudom. De itt a raktár, itt van még egy rakodó zóna is, csak nem, nincs sárga négyzete, csak piros, tudod, a manuál loading zóna van csak. Akkor ezt meg aktiválni kell valószínűleg. Na és akkor itt elmegyek. Zoli, ahol most állok, nézd meg. Igen. Ott van egy loading platform. Igen. Ott állok mellett, tehát ez lesz valami, mert piros karika megy körbe rajta. Szóval itt biztos, aha, lesz valami. Lift off nem. Power in the smoke nem. Personal favor nem. Majd valami. Aha, igen. Biztos. Két blokkot, egy konkrét blokkot, meg egy két metal beamet oda is kell kevinni, hogyha jó. Az fontos, mert itt viszont lesz cucc. Mind. Írtatlan nyersanyag tangú lesz majd itt, én úgy érzem. Igen, de ha ezt aktiválják, biztos lesznek cuccok, mert az úgy néz ki. Ja, persze. Hát majd meglátjuk úgyis. De az biztos, hogy egy üzemanyagost, meg még egy ötös pótot el kell hozni. Ez így kevés kell lesz különben. A garázs, néztétek, hogyan lehet oda felmenni a legjobban? Van körbeút. Az hosszú nagyon, de lehet azt is. Igen, itt ahol voltam az a keresztezés, mert jó, itt is egy rokettibri. Nagyon jó. De amúgy a vasút felől meg lehet közelíteni keresztbe a landslide in the northeast felől is. Illetve át lehet kelni. Jó, csak neki ötös pótja van, azt vedd figyelembe. Hát, még talán úgyis. Jó, itt de a nagy... vagyok, hát én a déli oldalon vagyok. Az, jó, figyelj, át tudsz kelni. A vasúti híd mentén ott van egy hely, ahol át lehet kelni valahogy, ott lenne a völgyben, és akkor azon a sziklaperemen el tudsz menni. Ja, értem. És onnan fel tudsz menni egy belagaráshoz. Azt nem tudom viszont... Érdemes. Tudom, hogy de az a baj, hogy körbe sem tudsz felmenni, mert hiába mész el körbe, nincs felút. De van. De van, itt van. Itt a round and round kereszteződéstől fel lehet menni normál úton, csak az hosszú, mert ugye meg kell kerülni az egész hegyet. Igen. De fel lehet menni, nem lehetetlen. Én itt látok egy utat egyébként, egy ösvényt. Uh-huh. A garástól délre van egy kis út szakasz. Azt kevésbé próbálnám. Hát figyelj! Vagy a de miért úgy körbe, az nagyon vészesen hosszú. Nem az a baj, hanem hogy miután körbe mentél és elmentem éjszakra, hol megyek fel, mert ugye... Hát ott van, az az út, azon kell végig menni. Nem, a round and round-nál kell elkanyarodni föl, és az végig föl. Igen, balra. Igen. Az ott egy valódi út, mert ha megnézitek, középen egy leszakadt híd van. Nem, azon el lehet menni. Voltál ott? Hát már voltam. Nem most. Ismerős a terep. Jó, igen, csak nem akartam mondani, igen, azt már mentem el. Figyelj, ez az felfedező szekció, hát most na, adjunk neki. Max oda csűrök én is akkor. De mondom, azon a sziklaperemen a vasúti híd mellett el lehet menni, és akkor föl lehet közvetlenül az előtt menni. Az a rövidítés. Gyerünk, azt tudom. Menjél akkor körbe. Az a legjobb. Azaz. Jó, innen már simaniba. Hát üzemanyagról nem állunk annyira jól. Nem, az el fog fogyni egy idő után minden. Nem baj. Beáratnál tankoltatok, ott ugye álltam egy kis pótot.
Hát én mondjuk nem annyira, de mondjuk tele is voltam. Ú, de jó hely. Á, és nem látok semmit. A saját lámpámtól nem látok semmit. Itt van még egy brick framing, itt van még tégla. Hát az jó, brick az kell majd, azt látom. Mm-hmm. Csak benzin kéne igazából. Meg írdatlan sok metál. Így van. Érdemes ezeket hamar kell, gondolom. Black metal, trash metal, vagy heavy metal? Bármilyen metal. Industrial. Azaz. Goat. Epic. Skandináv vérhányós. Azaz. Vagy kínai denevér fejlárakos. Ja, baby metal? Nem, mert denevér fejlárakos. Csinálok nappalt, jó? Próbáltam egyszerre Ozzy Osbourne-t és a wuháni vírust összehozni egy poénba. Na. Értettem, én értettem. Csak nem volt. Én nem is értettem, hogy jött ide a denevér, mert az ugye... Az pont, hogy Ozzy, igen, és nem értettem, hogy... Hát a Covid is állítólag abból volt, hogy valaki denevérte vett. Nem, a Covid nem abból volt. Volt egy ilyen. Volt egy ilyen verzió is, na. Arra járt, Ozi. Megfáltam még egy landslide-ot. Na. Hát, hogy abból sosincs elég. Most elmegyek a legutolsó látótoronyért szerintem. Látótorony? Ez jó. Mert ugye a Tatarin átmegy a landslide-okon is. Így van. Ennek semmi nem állja útját, csak legyen az üzemanyag elég. Azon reménykedek, hogy 78 liter elvisz odáig még. Hát... Ha nem, akkor abba adjuk a mai felfedezést a Tatarinnal. Micsoda sín van itt, a jó ég. Ti azt láttátok, hogy milyen állapotú sín van itt? Ja, nem. Furák azok a sínek. A Bükkben jártunk egyszer, és ott Bükkben. Ja, van ilyen. Az erdélyi vasutak, igen. Igen, és ott van olyan, hogy teljesen hiányos, meg kifordulva, meg minden, na hát ez is pont olyan. Na mindjárt meg lesz a main bridge is, jó? Akkor át lehet menni az astronautámba. Reméljük. Ez föl van véve. Ja, de jól megy a mély sárban ez a Tatarina, de ez tényleg mindenhol elmegy. Jó, ez föl van véve. Az előre túlt helyőrségünk megoldotta ezt is. Micsoda? Ja, azt már is vittem azt az autót onnan. Az is már ott van a híd közelében. Nincs olyan, mint Budapest hegyes halom közt. Hm? Ezt most én nem értem. Bevallom őszintén. Ja, maga a vasútállomás, jó. De azt most javítják, nem? Ott valami van, valamilyen projekt. 45 éve javítják. Nem, hát azért nem. De azt emlékszem, hogy pótlóbuszok jártak, azt az egyik kigyulladt, úgyhogy a buszpótló, a vasútpótlóbuszt is pótolták egy busszal. De nem, figyelj, mi mentünk Münchenbe izé Railjet-tel, az ott jó, nem ment izé 200-zal, mint Osztrákiába, de... Osztrákia... Itt is van rakétamaradvány, találtam még egy rakétamaradvány. Nagyon jó. Minusz egy vasigény. Hát, jó van, akkor már csak 245 kell. Mindenkinek vasad. Ne. Vasad és hasad. Csak érek el a nyomoronc benzinkútig 60 literrel. Simán meg lesz. Hozz nekünk is akkor, léci, jó? Hát a teletatarin az minden, abban azért egész sok fér. Hát Mastodon vonzatban azért, hát... Jó, mondjuk ez igaz, 300 plusz, nem tudom mennyi, 300 plusz... 600, hát ez meg 500, meg nem tudom mennyi. Ilyen. Írdatlan sok. Jó, mondjuk a tatarin nagyon észik, igen, de annak van is tankja legalább hozzá. Hát figyelj, Mastodon sem egy, hogy mondjam, egy ilyen kis...
karcsú kis balettáncos lány. Azért itt simán behúzza ezeket. Jajaj. Jajaj, 54. És akkor itt meg, elhagyjunk erre, így. Komolyabb a cél 500 méterre fog kifogyni. És akkor fel is adtok már. Ja, hogy igen, hogy a Railjet az most már egy nem Budapestről megy, hanem Bécsből. Már hogy a Budapest-Bécs közötti szakasz az már kaki. Ha, hát igen. De régen mi? Régen, na, hát ez még a Covid előtt, akkor mentünk az elektronika kiállításra. Akkor úgy mentünk, felszálltunk itt Budapesten, Münchenben leszálltunk. Igaz, hogy pár euróval rövidebbek lettünk, mert minden egyes alkalomnál hallott volt egy zsebtolvajlás. Pedig... Komolyan. És úgy, hogy érted, egymással szemben ültünk és beszélgettünk. És mindig fönn volt akasztva egy-egy kabát, és annak ellenére, hogy figyeltünk meg tényleg senki nem aludt, mindig azért, hogy mondjam, egy pár száz euró azért eltűnt. Azért az elég komoly összeg. Hát, ez nagyon durva. Igen. De hogy miért? Hát, hogy miért? Azért, mert a hátad mögé leül valaki, nem látod, nem hallasz róla semmi, és akkor tudod, szépen lassan a két szék között átnyúl, és észrevétlenül kiveszi a kabátodból a briefkódot, azt kikap belőle. Elértem, 30 literre. Juhú! Megvan a telet a parim. Ráadásul egyszer feleségemmel együtt mentünk ki Münchenbe, és akkor volt az, hogy hazafelé. Tényleg végig beszélgettük az utat, és semmi hallod. És nem láttunk semmit, és úgy vették ki a magyar forintot, nem is értem, forintot kivettek a ezéből, pénztárcából. Nem nagyon durva. Úgyhogy... Itt is van egy landslide, jaj ne. Találtam még egyet. Nagyon csodás. Megtennéd, hogy többet nem találsz? Hát jó, akkor nem escape-olok. Ez mondjuk nem biztos a kritikus megcsinálni. North. Jó, de mondjuk feladat miatt úgy is kell. Na és ez mi kell jó. A Northhoz? Megtippeli valaki, mi kell hozzá? Videó! Két metabim, természetesen. Nincs videó. 100 000-et miközben aludtál? Az hogy? Hotelszobában vagy hogy? Hú, ott van egy repair station, ott biztos lesz valami benzinkút, vagy ilyesmi, nem? Nem tudom, a benzinkút itt most működik, én most használtam. És oda el lehet valahogy jutni, szerinted innen? Nekem most munkatársam most volt kint izében, Barcelonában javítani egy röntgöngépet. Nem is akarom tudni, mi az. Hát röntgen. Ja. Csak a vidéki nagymama így mondta amúgy, röntgöny. Na, és hallod, feltölték az autót. Oh, basz, megért nem látom, hogy feltölték az autót, mindent vittek. Szerszámok, laptop, saját iPad, céges lapitopi. Az a szuper. De ahogy a szerszámokat is. Ú, Zoli, ezt meg kell néznem. Mit? Nem tudom, a járba átszállni. Konkrétan az egyik lámpájánál, az egyik első lámpánál. Jó, pillanat. A levegőben. Vagy jövök, nem tudom, jövök. Hogy itt átszállni. Húha, mi történt? Ezt te látod? Látom. Gyönyörű. Le tudsz borítani? Te azt csináltam, megrántottam, és nem figyelj, és húzom, és nem borul le. Itt, hogyha izéből lenne. A levegőben marad. Na most. Ez az. Várjál, nem kell. Itt van egy fa, nem. De azt még talán. De hát ez látod, hogy milyen fizikája neki. Hallod, mi van ebben? Nem tudom. Hallod, fogd meg ott a felső-középső pontot, azt borítsd meg. Jó, oké. Onnan húz. Hú, maradt itt valami kötélmaradvány is a levegőben. Mi? Várjál. Megvan. De nem is ott állok. Mit csinálsz? Most tolsz előre engem. Figyelj, az enyémben meg visszafordult.
Teszink. Teszink. Nálam most éppen jó ez. Igen? Igen. Itt nagyon nem. Jó, várj egy kicsit. Gyere közelebb. Ne. Gyere közelebb, légy szíves. Közelebb, jó? Mit csinál? Mondd, hogy mit csinálják, mert én nem. Most húzzál, hátrafelé. Hátrafelé. Jó, sok, állj. Ha engedtél, ilyenkor még nem látom. Jó, várj egy kicsit. Ott állj meg, légy szíves. Nagyon picit menj előre. Vagy nem kell hajját tartani. Na, mi? Menjél hátrafelé, légy szíves. Lassan. Jó, még. Menjél. Még. Oh, állj. Oké. Megvan. Nálam most fekszel az oldaladon. Na mindegy, itt egy benzinkút fönn, hogyha akarsz tankolni. Ja, de van lent egy donasz, azt tovább kell vontatni. Jó, mindegy, figyelj, kiszálltam belőle. És megyek át a másik zigzbe, jó? Na, nekem most elfordult az összes kereke, azt csinálta. Leszállítottam. És mindig az oldalán van. Szupi, figyelj, akkor szerintem... Ennyi volt már. Szerintem mára? Az most már ez esetleg van annyi idő, még itt van nem messze. Hát akkor menjél, persze, menjél, mennyi idő az? Nem tudom. Messze vagy? 5 perc, nem, itt vagyok mögötte. Csak meg kell kerülnöm a hegyet egy picit. Milyen vasárló? Ja, ott van, jó, semmi. Igen, na, az meg... itt van egyen, csak nem itt lehet fölmenni. De lehet, hogy ezzel nem tudok fölmenni, mert azt nem jeges. Mint hogyha azt láttam volna, hogy ott hát még lett volna. Nem is csodálom, hogy átkoztat azért, az úgy nagyon durva. Ennyi pénzt ráadásul. Hú, hogy ez itt lezárt terület. Jó, akkor nem kötekszünk. Hát ja, amúgy ezt nagyon sajnálom én is. Nekem egyszer teljes bőröndömet vitték el a Győr-Budapest személyvonatról, és hogy észrevettem, és déliben jelentettem egyből a rendőrségnek, hogy ellopták, meg mondom, mert van. Ugye ez már a bekamerázott személyvonat volt, ez a modern szar. Aha. Hát figyelj, nekem is mondták egyébként. 29. napon kiküldtek egy levelet, hogy elkezdték a nyomozást, majd 35. napon kiküldtek egy levelet, hogy mivel már letörölték a videót, ezért lezárták a nyomozást. Jaj, hát én beszéltem én is az egy kalahúzzal, hogy mondom, mi van, mi ilyenkor a teendő, és mondta, hogy hát figyelj, ezt engedjem el. Ottan a videófelvétel, még nem tudták megnézni, nem, megvárták, amíg törölték. És ott egy, az milyen pót? Várj. Mi ez? Aha, az egy fuel pót. Ez a helyes őszintén. Hát nézd, 3 napig lehet tartani, amennyire én tudom. Hát de mi azonnal szóltuk, és mennyi lett volna lemásolni, basszus. Hát, ugye nem tudom, mennyi ideig tárolják ezeket. Őszintén. De mi azonnal szóltunk, tehát ott állt a vonat a délibe, oda mentünk a déliben a rendőr, a délben van egy rendőrs. Én úgy tudom, hogy 3 napig tárolhatják, de nyilván ki van találva, hogy te azt meg ők sem. De akkor mi értelme az egésznek, be van kamerázva? Hát semmi. Semmi. A biztonságérzet, tudod? Semmi, most mondanám, hát ez de ez nem egy politikai műsor, úgyhogy nem mondom. Yeah. Ez a landslide in the northeast. Az fönt van, a kis... Ott van egy rakéta. De erről is ott van egyik jó. Jó, figyelj, akkor... Nem. Mindjárt ott van, mindjárt vagyok a watch tower. Csak nyugodtan. Hát itt van előttem, látom, csak beleborultam egy lukba. Én meg addig elmegyek, addig legalább, jó, hogy meglegyen ez az útvonal itt. Akkor reklámod van megint, na. Megvan. Ó, nem is kell elmennem. Tényleg jól néz ki ez a jár. És itt a warehouse-ba. Beleültem. És nálad hogy van, az oldalán vagy az elején? Nálam a szemén van. Ne, komolyan. De a Zolinál meg ugye visszatáncigált. Nálam tök normális volt. Jó, fasza. Na, felfedeztem, úgyhogy ennyi, megvan minden. Na, szupi. Ott van még egy warehouse hátul, látod, meg van egy... Ja, látom. Csak ott jármű, nincsen vas. Plant. Az a plant az nagyon jól fog jönni. Metal beams. Ne viccelj, ott van a metal beams a plantbe. Hát mennyi? De azt kraftolni kell. Kraftolni kell. Jó. Arra van szükség. Figyelj, azt viszont... menj már oda, nézd már meg, hogy mi kell. Hát jó, hogyha van még annyi időd, akkor... Geronimo, vagy... Mennyi, persze. Vagy Imi.
Kiszállsz a járból is, akkor én meg megpróbálok vele menni. Persze. Mert neked még keréken van, mi? A jár művedet? Amivel ide jöttem. Én is, nekem is a szemén van, most látom. Innen az E-hegyről. Na várj, meg beleülök. Nekem meg talpom. És tudsz is vele menni? Igen. Menjél is. Megyek. Megyek. Nézd meg. Tök jó megyek. Tényleg. Most borulsz fel mindjárt. Ne bolondozz. Amíg on... nem neked mondom. Ja, nekem még a térképen is fel van borulva a jár. Ne már. De. Komoly. És azt mutat, bocsánat. Hogy ezt egy teszünk. Helyben állsz. Át kéne mennünk egy másik pályára, és akkor visszajönnünk. Látod, csak azt kéne. Mármint, hogy másik... Nem, térképe. Sajnos nem. Ennyi nem oldja meg. Nekem is az orrán állom, úgy. Na, de minden esetre van benzinkút, úgyhogy legalább itt tudunk. Ja, legalább az megvan. Jó. Meg akkor van normális út egyébként a plant és a izék között. Az jó. Azért az nagyon jó. Mindjárt megyek föl. Ja. De ne tolj már meg! Hé, mit csinálsz? Én nem látlak, én mit csinálsz? Ne. Senki. Mehetsz, most mennyi? De én nem látlak, érted? Jó, várjál, menjél, még egy picit. Állj, úgy. Oké, mehetsz. A leves. És lóg a zsinór a semmiben. Na, de ne engedj el. Nekem nem akkor még mindig ugyanott van a térképen, ahol... Elrepülsz oldalra nekem. Teljesen elrepül a drót oldalra. Bazd meg! Hát csobálja, mint a kutya a farkát, ezt látom itt. Ne. Jó, mehetsz. Zoli, hát ez kész. Hát figyelj, ezt is megértjük. De egyébként dobálja el a vincset rendesen. Hát mert nekem úgy csinálja, mint a kutya a farkát, így csóválja konkrétan. Na mennyi, mehetsz, itt már jók vagyunk. Jó, melyikünk megy hova? Te vész a plantbe? Én megyek a plantbe. Várját tolatok? Én már elől vagyok. Ja, jó. Megyek a plantbe, te pedig menj a... Mi van itt mellette? Hát így most elmásztottam. És ennek két bejárata is van, egy itt alul, egy meg fölül. Itt is van feladat, például a Bridge Detected, azt láttam a térképen. Jaj, azt fölveszed? Megtennéd? Mindjárt. Persze. Úgy várjál, mindjárt. Van az a jármű? Nem tudom, hogy milyen, de valami jármű van a térképen. Jó. Azt kell elvinni, az a Bridge Detected. Ez tartozik valószínűleg. Két médium, vagy két, igen. Vagy médium pipes kell, vagy metal rolls kell. Itt a... történethez. Aha. Ja, itt is egy jármű. Igen, ezt is el kell majd vinni. Medium pipes 1 van itt, jó. Ez nem ügy. Megvan a bridge. Hát ez nem volt semmi. Bemegyek ide még a gyártelepre. Megnézem, hogy itt mi van. Ja, ezt csak javítani kell. Oh, basz! Hát akkor azt javíts meg gyorsan. Vedd fel a küldit. És van rajtam javítás, mert föl van. Hát akkor? Nem, nincsen. Van annyi. Bocs. Mindjárt megnézem. Ott a jár, azon még szerintem van. Bridge detected. Oksi Mr. Will. Lassan már mi is egyébként megyünk, most még itt egy picit itt téblábolunk, aztán utána ennyi. 300 kéne, úgyhogy valószínűleg szükség lesz még ember. Ott a jár, nyugodtan. 150-en van. Ja, de nem tudom, hogy bele tudsz-e szállni. Neked is jó éjszakát és jó pihenést. Nem, mert akkor nekem vissza fogja tenni ugyanoda szerintem. Nekem a jár az még nincs itt. Igen. Én nem szállok abba, mert akkor visszaugrik ugyanoda. Ha, szóval jó, szerintem nem is tudnál beleállni. Köszi szépen a lájkot. Szia. Nyugtasd meg az asszonyt, hogy csak hetente egyszer szoktunk snowrunnerezni, nem úgy. Na, hol az a jár? Vagy Zoli ide hozza. Egy pillanat, várjál, jobb, jövök. Bocsi. Nem gond, csak nem merek hozzájönni. Ott a jár. Oksi. Ez járt egy másik térképre.
Nem lesz jó akkor se. De nem lesz, hogy ez megjavította. Volt, igen, de szerintem ez már az a szint. Most hol vagy? Hát vagy hova menjek? Ja, a sarokba fönn. Nem. És ja, ott látom. A sarokba ott fönt van a... És a powerhouse-ban mi van? Ah, semmi. Nem tudom. Átültem egy másik térképre most. Jó, és akkor visszacsernuk a mezbe. Vissza a Tatarimba. Bugyovicébe? Csernobugyovice? Igen. Ott a jármű a sarokban. Igen, látom. Oké. Okay. Azt mondja, hogy Reaper. Nem a járt. Nem. Marshall. Haha! Na, hát ez könnyen meglett. Igen. És nekem még mindig nem vagy itt, úgyhogy ez nem segített tényleg. Hát ja. Jó, figyelj, akkor viszont mára ennyi. Megvan az. A pénz meglett, az a lényeg. Meg. Figyelj, legalább az egyik gerinc vezeték, vagy út megvan itt, úgyhogy... Az. Itt már lehet akkor vinni a metal beameket, vagy a metal rollokat garmadával. Szerintem figyelj, behozzuk a 8-as pótot ide is, és akkor jó lesz. Na jó van akkor. Hát akkor uraim és hölgyeim, nagyon szépen köszönöm. Hát iszonyatosan sokat haladtunk, ugye meg is nézem, 67%-on vagyunk, úgyhogy nem mondom, hogy a jövő alkalommal, de igyekszünk. De meg lett a felfedezés is, azt nem így is számolja a százalékban amúgy. Nem, sajnos, pedig az is egyébként lehetne, de mindegy. Nincsen meg ez így. Úgyhogy, hogyha tetszett mindez, amit láttok, akkor mindenféleképpen iratkozzatok föl Pizsamás Deckhez is, hozzám is, mind YouTube-on, mind Twitch-en, meg gyertek föl Discordra, nézzétek meg a TikTokunkat, illetve az én TikTokomat, mert Attinak nincsen még, és gyertek föl Discordra dumcsizni. Jó? Úgyhogy szép estét kívánok nektek, és jó pihenést. Szervusztok!